Szakít a kormánykoalíciós partnerrel a Nemzeti Liberális Párt, ezt Nikolai Csuka Pénili elnök jelentette be, hozzátéve, hogy ennek ellenére a liberálisok kormányon maradnak, hogy megfékezzék a PISZIDÉS politikusok hatalmi visszaéléseit. Gyakorlatilag hatalmi visszaéléssel vádolta meg Nikolai Csuka Pénili elnök a Márcsil Csulákó által vezetett szociáldemokrata pártot. Ha a Ioannis törvény kapcsán még nem telt be teljesen a pohár a liberálisoknál, a Pénili azt már nem tudja feldolgozni, hogy az SOS Románia párt elnökét kizárta az államfői tisztségért zajló versenyből az Alkotmánybíróság. A liberálisok szerint ugyanis a döntés Márcsil Csulákónak kedvez. Nikolai Csuka egy Facebook videóban azt mondta, hogy a román demokráciát kérdőjelezi meg, hogy a 9 tagból álló alkotmánybíróság 5 bírája, akik közül 4-et a PSZD jelölt, szavazott többséggel kizárta az elnök választásból Diana Sosakát. Ma kizárnak egy politikust, holnap egy másikat, majd bezárnak médiaintézményeket, és politikailag kisajátítják maguknak a román államot, fogalmazott kemény hangon Nikolai Csuka. A PSZD hajlamos a hatalommal való visszaélésre és az állampárti viselkedésre, tette hozzá. A PSZD-vel való kormánykoalíció itt befejeződik. Kizárólag azért maradunk kormányon, hogy meggátoljuk a hatalmi visszaélések eszkalálását, amelyre ők képesek annak érdekében, hogy megnyerjék a választásokat. A Pénili elnöke ugyanakkor kifejtette, hogy a választásokig hátralévő időszakban, sőt a választások után is, a liberálisok gondoskodni fognak arról, hogy a PSZD nem nyúl hozzá az egységes adókulcshoz, nem avatkozik be az igazságszolgáltatásba, és nem osztogatja a párt érdekek szerint a közpénzeket.